Pont vagyok, és itt lennék egy újabb videóval, amiben igen, egy kicsit rossz a kezdés, de fölállok mindjárt a székből, és itt lesz Massad. Szóval az előző részét, hát nem tudom, mennyien néztétek végig, bocsánat, hogyha túl rövidnek találtátok, hát én is rövidnek találtam, nem ezt szoktátok meg tőlem, de hát most végül is összevágtam, és amit a gyorsítás volt, amit felgyorsítottam, konkrét 2 percet, vagy hármat, úgyhogy azért is lett rövidebb, igen, amikor szenvedek is maszat. De amúgy szerintem tök jó lett. Na, és mozogni fogunk most egy kicsit maszattal. Itt sétálunk végig, csak ha ide jönne. Ja, hogy itt van maszat, ahol végre követett. És hát nem tudom, hogy meg van -e csinálva végül is a kerítés, mert most elméletileg van egy nagy kő. Nem is itt szökött ki a múltkor. De itt szökött ki. Itt szökött. Itt szökött. És aztán egyszerűen a legjobb, amire föl lehet menni, figyeljétek. Hú, volt valami. Emlékszek, volt egyszer ilyen jó helyes sorozatom, hogy hova lehet elbújni. És nem tudtam ezt a helyet. És ott arra fele. Na de, most maszat és énesbe is. Megmutatom nektek. Itt jön velem maszat is. És szépen, mert télen jártam, itt csak nagyon csúszott, és hát jó, majdnem belecsúsztam ide, meg oda. Majd nem sokára föl fog kerülni a szemétszedéses videóm is, mert tegnap előtt csütörtök volt, és szemetet szedtünk. Ja, úgyhogy jó volt. Hát osztálytársamnak igen, eléggé megszúrtam, hogy mond a kezét valami. De nem csak a megszúrt, hanem beleállt a kezébe valami kis bot, vagy nem is tudom én mi az. És igen, otthon lefertőtlenítették náluk. Voltam közben náluk, és szóval igen, elég durva helyzetek vannak. Szóval kaptunk egy ilyen sima gumikesztyűt, egy gumis gumikesztyűt, és ja. Szóval azzal el voltunk, és 100 literes zsákokba gyűjtöttük a szemetet. Igen, most már több anyagot fogok szerintem fölvenni. Viszont, ja. És akkor majd abból vágok össze. Megpróbálok 10 vagy fél órás anyagot fölvenni, és abból összeválni. Nem 4-5 percet, hanem olyan 10-15-öt. Szóval kb. Felére lecsökkenteni. És igen, azon is gondolkoztam most, hogy megmutatom nektek, hogy most csinálok éppen egy kockát, egy fakockát, bocs a sötétségért. Szóval itt van egy ilyen fakockát csinálok, akkor se jobb. Szóval csinálok egy ilyen nagy fakockát, és igen. Szóval ez lesz itt majd az én kis fakockám. És ja, a házon dolgozok. És amúgy tök jó, ott van a ház tetején egy ilyen madár, de azonnal jöjjön már. És sikerült, viszont azt nem sikerült fölvenni, hogy beugrott, de tényleg beugrott. De majd úgy is bemutatom én ezt még később. Most tiszta fűrőszport minden, de én is. Szóval itt fogok most faszettel játszani. És igen, végre bejött a trambulinomba, szóval ja. Igen, ez az ő trambulin is egybe, szóval. Akkor nézzük, mit tudok játszani. Ja, azt mindjárt megnézzük. Kiengedni a trambulinból, mert megvagyult. Szóval most itt vagyunk előre. Mi van, beszarantyú? Miért? Nézzétek, hogy szereti simogatom. Látjátok, elszönti. Ha hát simogatom, akkor mi lesz? Naszat. Van egy kis ilyen kis helyünk, ahol lehet ülni, és lehet lenni. Ja?
Szóval most, direkt elment innen, gondolom én. Szóval itt vagyok az íjjal, nem jönni az égbe. Majd meglátjuk, hogy mi történik. A telefon mögé esett. Itt van. És narancsárga. És most megmutatom úgy, hogy megpróbálom felvenni valahogy az én nézetemből, hogy kb. Hogy ez hogy néz ki. Szóval, ja, mindjárt jövök. Hát ja, most arra fogom lőni. Én lőttem el a falra, szóval hátulra esett le. Olyan volt nagy maszok. Tudom, ennyit lehetett látni, de elég szépet. Elég szépen felbett a bagosba. Igen, majd következő videóban azt fogjuk megnézni, hogy amikor én elbújok valahova, elteszem a kamerát, és megnézzük, hogy vagy a telefont, és megnézzük, hogy amikor nem látja a telefont, akkor hogy reagál rám, és hát mit fog csinálni. Ennek a bundája fekete, és az beszívja a napfényt. Nem a napfényt, hanem a hőt. És igen, most is hozzányúltam, és hát jó. Nem mondom, hogy mínusz 10 fokos volt a bundája. 24 perc. Szerintem én most befejezem itt ezt a videót. Nem fél órás, de 24 percet sikerült fölvenni. Abból nem tudom, mennyit fogtok ti látni. Szerintem minimum a felét, de majd meglátjuk, hogy vágom össze, és hogy mik azok a részek, amiket kivágok, és illetve az, hogy milyen hosszúak. Szóval, gyerekek, én előre megyek most a maszothoz, és hogy így búcsúzok el vele együtt. Szóval gyerekek, én lent voltam. Sziasztok!